4 hónapig még biztosan lesz munkája annak a 400 vasműs dolgozónak, akiket első lépésben elkívánnak bocsájtani a vállalattól. A jogszabályok pontosan meghatározzák a leépítés menetét. A szakszervezet több mint egy évvel ezelőtt a vállalatvezetéssel megállapodott a létszám optimalizálásban. Ezzel akarták elkerülni a fűnyíró elven történő csökkentést. Teljes volt az egyetértés abban, hogy új szakszervezeti struktúrát kell kialakítani egészen az egyes munkakörökig. Ha ez sikerül, akkor kell felmérni, hogy egyes folyamatokon hány dolgozóra van szükség. Teljes volt az egyetértés, azt gondoltuk, hogy ezt így fogják csinálni. Hát nagy megdöbbenésünkre eltelt egy év, és azt tapasztaltuk, hogy nem ilyen szakmai alapon csinálták ezt a munkát, hanem elkezdtek egy felső szintű szervezeti struktúra változtatást, és egy véleményünk szerint fűnyíró elvű létszámleépítést, ami azt jelenti, hogy kiadtak különböző területekre létszám csökkentéssel kapcsolatos feladatokat, amelyeket hát úgymond a vezetőknek végre kell hajtani. Melyek ezek a területek? Hát ezek a művek, a termelési vonalon a művek és a különböző KFT-k. Tehát az ISD Polver, az ISD Kokszoló KFT, a Portolán, gyakorlatilag minden társaság érintett benne. Tehát nincs kivétel ebben. A majdani létszámcsökkentésben szereplő munkaerő kölcsönzött vagy állományi? Összör is megkérdeztük ezt, és mindig azt válaszolta, hogy a kölcsönzött munkaállatokat is bele kell érteni. A nem egyértelmű válasz egyik oka, hogy a kormánnyal abban állapodott meg a vezetőség, hogy a végső megoldásig nem nevesítik az elbocsátandókat. Azt gondolom előbb-utóbb, hogyha ezt komolyan gondolják, akkor erre sort fog kerülni, de a következő lépés nem ez. Ugye a jogszabályok szerint a következő lépés az, hogy az üzemi tanácsnak átadnak egy szakmacsoportok szerinti megosztásban készült tervezetet, amelyben le fogják írni azt, hogy melyik szakmacsoportokban hány főt kívánnak elbocsájtani. Ezután, mikor ezt átadják, utána 7 nap elteltével lehet egy tárgyalást kezdeményezni a munkáltató és az üzemtanács között, és mikor ez a tárgyalás, van 15 nap, mikor ez a tárgyalás is eltelik, utána lehet már név szerinti listákat készíteni. Pontosabban lehet, hogy vannak már név szerinti listák egyébként, de ez fiókban van. Tehát átadni hivatalosan csak a 7 plusz 15 nap után, tehát 22 nap után lehet. Néha ilyen elszólás alapján vannak olyan hangok, hogy már a jövő hónapban kívánnak bizonyos létszámú munkát elküldeni, de hát ez lehetetlen, tehát ha jogszabályokat figyelembe veszük, akkor lehetetlen ezt végrehajtani. Tehát ennek sokkal hosszabb időintervallum kell, hogy egy felmondás jogszerűen eszközölhető legyen a munkáltató részéről. A szakszervezet a végsőkig kitart a jogszabályok és az álláspontja mellett. Ha a vállalatvezetés a létszámleépítésnél átlépi azt a határt, amely a cég működését veszélyezteti, készek a legdrasztikusabb lépés megtételére is.